Kevés olyan vers van Saul leveleiben, amely nem okoz problémát az embereknek. Fejezetekről vagy könyvekről nem is beszélve. Azonban talán egyik sem annyira ellentmondásos, mint a Galatákhoz írt levele. Ezért ebben a sorozatban ezt fogjuk megvizsgálni. És meg fogjuk nézni versről versre, hogy mi is az, amit valójában Saul mondani szeretett volna, illetve mondott, és hogyan is kellene értelmezni az ő szavait. Galatákhoz befejező fejezete így kezdődik. Atyám fiai, míg ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Arról beszél Saul, hogy ha valaki bűnbe esik, akkor azt igazítsuk útba. Nem az, hogy ítéljük el az, amikor mi figyelmeztetünk valakit, vagy magunkat. Az nem ítélet. Az az, amire felszólít minket az írás. Ezekiel, Jehezikiel 3-as és a 33-as fejezet erről szól. Arról az őrszemről, aki figyelmezteti az embereket a közelgő veszélyre. A veszély az, hogy bűnben élnek, és annak a következménye halál. Nézzük meg, hogy mi a bűn. A szokásos 1 Jehukanon 1 János 3-4 a bűn a törvény megszegése és a bűn törvényszegés. Helyett nézzük meg, mit ír Jeremiáhu a 44-es fejezetben 22-23-ig. És nem szenvedhette tovább Jahua a ti cselekedeteitek gonoszságát, meg fogjuk tudni, hogy mi az ő cselekedeteiknek gonoszsága. Egyben mi a gonoszság? Az utálatosságok miatt megtudjuk, hogy mi az utálatosság, melyeket cselekedtetek, és pusztasággá lett a ti földetek, és csodává, és átokká, annyira, hogy senki sem lakja mind a mai napig. Azaz a bűnnek megvolt a büntetése. Nézzük, hogy mi ez a gonoszság, amiről beszélt. Amiatt, hogy füstölve áldoztatok, és vétkeztetek, azaz bűnt követtetek el Jahua ellen, hogyan? Hogy nem hallgattatok az ő szavára, és az ő törvénye, a Tora, és parancsolatai, és az ő tanúbizonságai szerint nem jártatok. Azért következett ti rátok ez a veszedelem minden mai napig. A vétkezés, a vétek, a gonoszság és a bűn az egyenlő azzal, amikor az ember nem hallgat Jahua szavára, a törvénye, a parancsolatai és a tanúbizonságai szerint nem jár. Jesiahu, Ézsaiás 42-es fejezetben szintén megmutatja nekünk, hogy mi is a bűn vagy a vétek. Ki adta ragadományú Jakobot és Iselt a prédálóknak, avagy nem Jahua-é, aki ellen vétkezénk, hogyan nem akartak járni utain, és nem hallgattak az ő törvényére. Ezért onták ki rá a búsulásának haragját és a had erejét, körülte lángolt az, de ő nem értett, és égett benne, de nem tért észre. A bűn az nem más, mint a törvény megszegése és egy másik út. Melyik az út, amin járnunk kellene, az igazság útja? Tehelim, Zsoltárok 119:30-34 leírja az igazság útját. Ez az, amin ők nem akartak járni, és ami ma sem akar járni az emberiség nagy része. Nehemia szintén elmagyarázza a 9-es fejezetben, hogy mi a bűn vagy a vétek. És mikor megnyugodtak vala, ismét gonoszt cselekvének előtted, meg fogjuk tudni, hogy mi a gonosz, és te átadád őket ellenségeik kezébe, akik uralkodának rajtok, s midőn ismét hozzád kiáltának, te az égből meghallgatád, és megszabadítát őket irgalmasságot szerint sokszor. Ez természetesen Izraelre utal, a folyamatos probléma a bűnbeesés, utána a büntetés, a visszatérés, és utána a büntetésből való kilábalás, és újra kezdődött ez a kör előről. És bizonyságot tevél ellenük, hogy visszatérítsd őket törvényedhez. A gonosz cselekvése az a törvényektől való elfordulás, de ők felfúvalkodának, s nem hallgaták parancsolataidat, és végzéseid ellen vétkezének, ez a bűn, melyeket ha valaki megtart, él azok által.
makacskodva hátat fordítának, és nyakukat megkeményítik, és nem engedelmeskednének. Szóval, ha nem hallgat valaki a parancsolatokra, és eltér a törvényektől, valamint a végzéseket megszegi, azt bűnnek vagy véteknek hívjuk. Azonban az érdekes az, hogyha valaki megtartja ezeket, akkor él azok által. Akkor mi szükség lenne arra, hogy valaki eljöjjön és eltörölje ezeket, hogyha egyszer valaki él azok által, ha ez életet ad? Ha bárki elgondolkozik ezen józan ésszel, akkor megértheti azt, hogy az a gondolat, hogy a mesiáknak el kellett jönni, hogy eltörölje a törvényeket, mert az egy rabság vagy átok, az teljesen értelmetlen, mikor számtalanszor leírja, hogy aki azok szerint él, az hosszú és gyümölcsöző életre számíthat. Erre szólítja fel a lelkieket, ugye azok, akik a ruakban élnek, a Szent Szellemben, hogy figyelmeztessék ezt az embert, hiszen rossz úton jár. Megvan ennek a módja, hogy hogyan, és ezt is meg fogjuk nézni. Azonban arról beszél, hogy azok, akik a Ruach HaKodes szerint járnak, és ismerik az utat, azok figyelmeztessék ezt az embert. Ugyanúgy, ahogy az mindig is volt. Jéhézikiel 33-as fejezet 10-es vers így szól. Te pedig, embernek fia, mondjad Izrael házának, azt mondjátok, mondván, bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennük mi megrothadunk, mi módon éljünk azért, azaz tudják, hogy bűnt követtek el és vétkeztek, mert a sorsuk úgy alakul. Ugyanúgy, ahogy Saul itt a bűnről beszél, ugyan erről beszél Jézikál. Mondjad nékik, élek én, ezt mondja Jahua Elohim, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, a hitetlen maga, aki bűnben él és vétkezik. Meg fogjuk nézni, hogy mi is ez. Hanem, hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Ez az, amiben ő gyönyörködik. A megtérés az, amit ő akar. Mire szólít fel? Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért hallátok meg, ó Izrael háza? Térj meg a gonosz utaidról. Amiről beszél, az a bűn, a vétek, a hitetlenség és a gonosz út. Ez az, amiről szó lesz a következő versekben. Te pedig embernek fia, szólj népet fiaihoz, ugyanúgy, ahogy Saul mondja. Igazítsátok útba az olyant. Ugyanerről beszél Jézikája. Az igaznak igazsága meg nem menti őt a napon, amelyen vétkezendik, és a hitetlen hitetlensége által nem esik a napon, melyen megtérend hitetlenségéből, és az igaz nem élhet azáltal a napon, melyen vétkezendik. Amiről beszél, az az, hogy hiába valaki igaz, a pillanatban, amikor vétkezik, és megszegi a törvényeket, ez ki fog derülni a későbbiekben, hogy mi a vétek vagy a bűn, abban a pillanatban minden, amit addig csinált, semmisé válik, hiszen megszegte a törvényt. Ugyanúgy a hitetlen, aki bűnben él élete során, és megtér, onnantól kezdve nem emlékszik Jahua az ő bűneire, hanem abban gyönyörködik, hogy megtért az útjáról. Az igaz nem élhet abban az igazságban, amelyet tett életében, hanem folyamatosan úgy kell élnie. Ez az, amire figyelmezteti az embereket. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez. Mikor ezt mondom az igazról, élvén éljen, és ő bízván igazságában gonoszságot cselekszik, semmi igazsága emlékezetbe nem jön, és gonoszsága miatt, melyet cselekedett, meghal. Ugye kifejti, amiről szó volt az előbb. És ha mondom, a hitetlennek halállal halsz meg, és ő megtér bűnéből, és a törvény szerint igazságot cselekszik, akkor ezek szerint így tér meg az ember a bűnéből. Akkor vajon hogy tér meg ez az ember itt a bűnéből? Vajon megváltozott a rendszer? Mikor ugyanarról beszél, hogy térjen meg itt is, meg arról, hogy itt is? A törvény szerint éljen, és ez az igazság. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, életnek parancsolataiban jár,
Többé nem cselekedvén gonoszságot élvén él, meg nem hal. Mi az életnek parancsolatai? A Tóra, amiről az előbb beszélt. Nehemia, mikor azt mondta, hogy él azáltal az ember, aki ebben jár. Ezt tudta mindenki mindig a kezdetektől fogva, hogy a Tóra volt a szövetség alapja. A Tóra soha nem fog elmúlni, nem múlhat el, hiszen a szövetség maga a Tóra instrukciók. Aki azt szerint él, része a szövetségnek, aki nem azt szerint él, nem része a szövetségnek. Ezért mondja, hogy abban jár. Semmi ő vétke, azaz bűne, melyel vétkezett emlékezetben nem jönné ki. A törvény szerint igazságot cselekedett, élvén él. Effektíven megtérés azt jelenti, hogy abba hagyja az ember a bűnös életet, és a törvény szerint igazságot cselekszik, és aszerint él. Erről beszél itt Saul. Nem fogja leírni még egyszer az egész Jézikáel könyvet, meg Jeremiás könyvét, meg mindent, hanem egyszerűen csak visszautal rá, hiszen ezek az emberek tisztában vannak vele, hogy ő miről beszél. Ezen kívül Saul hozzáteszi, hogy igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével. Azaz megvan a módja, hogy hogyan forduljunk ezekhez az emberekhez, annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk. Ez a szelídségnek a lelke. Ügyelj magadra, hogy téged meg ne kísértsen az ellenség hasonló módon, bármilyen más módon, vagy akár a kevésség lelkével. Kefa, vagyis Péter az első levelében, a hármas fejezetben így ír az asszonyokról, kiknek ékessége ne legyen külső, hajuk fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, azaz az ékessége az asszonynak, vagyis az, ahogyan az értékrendjét meghatározza, illetve ahogyan gondolkodik arról, hogy mi a fontos, az ne a külső legyen, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Elohim előtt. Ugyan ez a szelíd lélek az, amivel az emberek egymást figyelmeztetik majd arra, hogy rossz úton járnak. Feltéve, hogy az, akit figyelmeztetnek, az hajlandó ezt elfogadni. Ez becses, ez az, ami ékes Jahua előtt, nem az, ahogyan az ember kinéz. Szelíd és csendes lélek az, ami romolhatatlan, és az az, ami értékes Jahua előtt. Mert így ékesítették magukat hajdanama szent vagy kadus asszonyok, akik Elohimben reménykedtek engedelmeskedvén az ő férjöknek. Cefania, vagy Sofoniás második fejezet így szól. Mielőtt szülne a végzés, azaz mielőtt megszületne az ítélet, mint a polyva szálltova az a nap. Míg rátok nem jön Jahuának haragjának tüze, míg rátok nem jön Jahua haragjának napja. Azaz még az előtt térj meg, és gondold át, hogy jó úton jársz-e vagy sem, mielőtt eljön ez az út. Eljön ez a nap. Keressétek Jahuát minnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok Jahua haragjának napján. A szelídségnek lelke ugyanaz, mint az, aki alázatosan él, és az alázatosságot keresi. Ez az ember úgy cselekszik, ahogyan Jahua előírta, és igazság szerint él, az igazság pedig, és az ítélet, és az ő parancsolatai, instrukciói, torája, az ő útja egy és ugyanaz. Jakób így ír a szelídségről, elvetvén azért minden undokságot, utálatosságot és gonoszságot a törvény megszegése és annak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, mely megtarthatja a ti lelkeiteket. A beoltott ige nem más, mint Jahua szava, az ő instrukciói, és ezt szelídséggel kell, hogy fogadja az ember, ugyanúgy, ahogy szelídségnek lelkével figyelmeztetni egymást. Ez az, amiről beszél Jakób. Ugyan erről beszél a 3. fejezet 13. versben, kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Élj úgy, cselekedj úgy, ahogyan az ige azt előírja, és tedd mindezt szelídséggel. Ez az ember
bölcs és okos, aki így él. Ugyanerről beszél itt Saul szintén. A papság, illetve maga a szentély megszűnésével, a templom megszűnésével mindenki bejuthat a képzeletbeli szent helyre. Nem a legszentebb szentségbe, mert ott található a Mássiák. Senki más nem juthat be oda. Mi bejuthatunk a szent helyre, ami az első fátyol mögött volt, ahova csak a papság juthatott be. Ez azt jelenti, hogy ha megismerjük az utat, és abban járunk, akkor eljuthatunk oda, hogy a papság nélkül szolgáljuk Jahuát. Nem mehetünk közvetlenül hozzá, hiszen ezért van egy közvetítő, ami Jahusá Hamásiák, a mennyekben, Samaimban, Jahua, az atya, és közöttünk. Ez az ő funkciója. Nézzük meg, hogy ez hogy működött 4 Mózes, Bamidbar 11. fejezetben. Mondta azért Jahua Mosénak, gyűjts egybe nekem 70 férfiút, Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak elöljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled. Ezek azok az emberek, akik ismerik a Torát, nyilván nem azokról beszél, akik csak megöregedtek, és véletlenszerűen kiválaszt 70 embert, hanem azok, akik ismerik a törvényeket, és ismerik a rendet. Akkor alászállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad. Egyedül. Ez volt a helyzet akkor, ez a helyzet most. Az, aki ismeri az írást, segít a többinek, szerítség lelkével, és vezeti őket az úton egymást, tanítva az emberek. Segítve a problémákban, és így erősebb az egész gyülekezet, mint hogyha mindenki a saját terhét viselné. Úgyhogy ez nem egy új gondolat, és egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Mássiák törvényét. Mássiák törvénye pedig az, hogy szeresd Jahuát, teljes erőddel, teljes lelkeddel, teljes szíveddel, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ebben foglaltatik össze a törvény. Ezt így tudod beteljesíteni, mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. Az ember semmi Jahua előtt. Az az ember valami, aki keresi az ő útját, és úgy akar élni, és akkor abban a Ruach HaKodes, az ő szelleme élni fog, és vezeti ezen az úton. Akkor válik az ember valamivé előtte. Az összes többi, akiben a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése él, az mind semmi számára. Tehelim Zsoltárok 8-as fejezetben Daud szintén észleli ezt a kérdést, az, hogy micsoda az ember, hogy milyen apróság az ember. Mikor látom egeidet, te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, mondom, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé Elohimnél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Azaz az ember egy semmiség, bár kisebb, egy kevéssel Elohimnél. Elohimnél ugye ő a Malakimot érti, az angyalokat. És dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt. Dicsőség és tisztesség az maga a Tora. Amennyiben az ember úgy él, az a dicsőség és a tisztesség. Azon kívül nincsen más korona, amire az embernek szüksége lehet. Aki járni szeretné az atya útját, annak el kell jutni eddig a felismerésig. Hogy micsoda egyáltalán az ember, hogy ő megemlékezik rólunk. Hogy gondja van ránk. A legnagyszerűbb utalás erre azonban Jesiahu 29-es fejezetben van, mármint arra, hogy aki azt véli, hogy ő valami holott semmi tulajdonképpen az ember, az önmagát megcsalja. Így ír Jesiahu. Jaj azoknak, akik Jahuától mélységesen elrejtik tanácsukat, azok, akik nem hozzáfordulnak Jahuához tanácsért, akik nem az ő toráját, az ő instrukcióit tartják szem előtt éjjel-nappal, hanem mennek a saját fejük után, és akik a sötétségben szoktak cselekedni. Sötétségben az van, akinek nincs világossága. Azok az emberek, akik nem az ő instrukciói szerint élnek, mondván ki lát minket és ki ismer minket.
Ezek nem értik azt, hogy az atya mindent tud, és mindenről tud, és vizsgálja az ember cselekedeteit, és az ember szívét. Azonban ezen emberek, az ostobák nagy része fogalmuk sincs erről, és nem értik ezt. Mi együgyűek vagytok? Avagy a fazekas olyan, mint az agyag, hogy így szóljon a csinálmány a csinálójának, nem csinált engem, és az alkotmány ezt mondja alkotójának, értelmetlen. Az ember semmi, az ember egy csinálmánya az atyának, és a feladata az, hogy alázatosan és engedelmesen kövesse az atya utasításait és instrukcióit, és így hordozza az ő dicsőségét a földön. Ez az, amiért ő készített minket. Erre figyelmeztet Saul, hogy ez tudatosuljon mindenkiben, és mindenki e szerint éljen, és ne csalja meg önmagát. Az ember nem más, mint az atya kreálmánya, azért, hogy az ő dicsőségét hirdesse a világban. Még annyit azokról, akik sötétségben járnak, hogy szövétek, azaz lámpás a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító feddések. Azaz a lámpás maga, a Tora, az instrukciók, ennek tudása a világosság, a fény, ami a lámpásból jön. És az életnek az úta, azok a feddések, amelyeket életünk során kapunk az Atyától. Az tart rajta minket ezen az úton. Ez az, amiről beszél 29-es fejezetben Jesiáhu, hogy sötétségben járnak, nincs meg bennük ez. A parancsolat, annak a tudása, és a feddéseket nem úgy fogadják. 4-es vers, minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg. Azaz mindenki a saját maga dolgával foglalkozzon elsősorban. Viszont a cselekedetekről beszél, akkor csak nem azt hirdeti Saul, hogy hit és nem cselekedetek, akkor ezek szerint csak vannak valami cselekedetek, melyeket meg kell vizsgálnunk, és azoknak van jelentősége, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekvése, és nem másra nézve. A probléma az volt, amiről beszélt az 5-ös fejezetben, hogy eltértek az útról, visszamentek a farizeusi útra, elkezdték gépiesen követni a parancsolatokat, elvesztették a hitet, és ez abban mutatkozott meg, hogy irigykedtek egymásra, civakodtak, veszekedtek, és nem segítették egymást, és nem szerették egymást a Tora szerint. Erről beszél, ezt a gondolatmenetet folytatja tovább. Nem egy újat kezdett, visszautal arra, elmondta az 5-ös fejezetben. És utal természetesen a körülmetélésre, amit a farizeusok hirdettek, illetve a Torának a betartását. Természetesen ezekre szükség van, azonban nem úgy, ahogy ők akarták. Azok az emberek úgy éltek, hogy mások lássák őket, azonban a szívükben nem az volt. Ezért hívja fel a figyelmet arra, hogy mindenki saját magát vizsgálja meg először, hogy mi van az ő szívében. És azután kezdjen el másokat oktatni, tanítani, és dicsekedni azzal, hogy másban milyen változásokat tud létrehozni. Mint ahogy a farizeusok tették, hogy ezt körülmetélik, úgy öltözik, úgy beszél, stb. Nem arról van szó, hogy arra nincs szükség. Arról van szó, hogy mindenki vizsgálja meg, hogy a szívében mi van. Ugyanerről beszél, hogy saját magával foglalkozom mindenki a másiák számtalanszor többek között, Matthiasz 23-as fejezetben, melyben így ír. 26-os vers. Vak farizeus, tisztíts meg előbb a pohár és tál belsejét, azaz a szívedet, hogy külsejük is tiszta legyen, és majd onnan fog ez az egész elindulni kívülre. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívülről szépnek tetszenek, belülről pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Csodálatos az, ahogyan az atya el tudja mondani azt Húsáha másiákon keresztül, és egy nagyszerű példázaton keresztül, hogy mi is az, amit valójában ki szeretne fejteni. Hiszen egy sír belülről jól néz ki, kívülről jól néz ki, azonban belül egy halott található. Ugyanígy ezek az emberek azok, akikről Saul beszél, hogy előbb saját magadat nézd meg, és utána a többieket, ugyanezt mondja a másiák is. Kívülről úgy néznek ki, ahogyan azt leírja a törvény, azonban a szívükben egész más van.
Ők a hatalmukat féltették, ők akartak lenni a Thorának a birtokosai tulajdonképpen, hiszen ez az ő életüket és a létfenntartásukat szolgálta. Nem azért, mert ők szerették ezt az egészet, hanem azért elsősorban, mert ez volt az életük. Ebből éltek. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Hogyha egyszer nem fontos a törvény, akkor minek mondja, hogy törvénytelenséggel vagytok tele belül és képmutatással, és az egyenlő azzal, mintha halottak lennének a sírban. Azért, mert a törvénytelenség, a törvény megszegése, aznak a büntetése halál. Még most is, akkor is, mindig is az lesz. Ez a szó törvénytelenség, ez a Torára utal. Ez kiderül a görög szóból, mely nem más, mint... Anamia, melyet az írás mindössze 15-ször használ, de a jelentése az, hogy egy olyan állapot, ami törvénytelen. Tudatlanságból, vagy akaratlagosan a törvénynek a megszegése, vagy pedig megvetése, illetve a törvénynek a megszegése, bűn, gonoszság. Ez a szó használata az írásban. A Thayer's görög lexikon szerint egy törvénytelen állapot, tudatlanság vagy pedig szándékos cselekedetek miatt, és a törvénynek a megvetése, vagy pedig annak a megszegése. Ez kellene, hogy az ember belsejében legyen, hogy törvény szerint éljen. Ez az, amit ők akartak. Ezt akarta a másiák, az apostolok, a proféták, ezt akarta az atya, Mózes, mindenki ezt akarta. És erről beszél itt Saul is. Vizsgáld meg a cselekedeteidet, hiszen annak ebből kell, hogy eredjen. A Torral kell, hogy legyen az, ami szabályozza az életedet. Ki a maga terhét hordozza? Egymás terhét hordozzátok, hogy segítsetek egymásnak, hogy figyelmeztessétek egymást, hogy nehogy ne hagyjátok egymást eltérni az útról. Azonban mindenki a saját terhét fogja hordozni a végén. Hiszen mindenki a saját maga cselekedeteiért fogja vállalni a felelősséget. Természetesen a feladatunk, hogy segítsünk egymásnak, figyelmeztessük egymást, hordozzuk egymás terhét, azonban a végén mindenki saját maga hordozza majd a cselekedeteinek a terhét. Aki pedig az ígére tanítatik, közölje minden javát tanítójával, aki pedig az ígére tanítatnak, az úgy kommunikáljon a tanítójával, mint aki érti és értékeli ezt. És ne vegye a sértésnek, vagy ítéletnek, vagy pedig bármi negatívnak, hanem pusztán annak, ami a tehernek a viselése. Egy figyelmeztetés azért, hogy visszaterelje őt a helyes útra. Ezen kívül csak akkor lehet valakit megtanítani erre és a helyes útra terelni, hogyha az mindent elárul annak, aki segíteni próbál, aki hordozni szeretné az ő terhét. Ezért el kell, hogy mondjon mindent. Ki kell, hogy derüljön minden annak érdekében, hogy segíteni tudjunk egymásnak. Ezért mondja, hogy közölje minden javát a tanítójával. Ne tévelyegetek, Elohim nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Azaz, nehogy szem elől tévezd azt a tényt, hogy Jahua mindent lát, őt nem lehet átverni, nem lehet megcsúfolni. Ő az, aki alkotott minket az ő saját dicsőségére. Erre figyelmeztet minket, hogy ne hagyd magad megtéveszteni, ne tévedj el, ő úgy is tudja. Ahogyan élsz, az aszerint fog téged a végén megítélni. Nem csak a végén, hanem itt az életben is. Mert aki vet az ő testének, testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, lélekből arat örök életet. A múlt részekben megbeszéltük már Saul, ahogyan a római levélben a 7. fejezetben azt hiszem ír a test és a lélek harcáról, a benne dúló harcról, a testi ember és a lélek harcáról, ugyan erről beszél itt. Aki a test szerint él, az úgy fog majd a végén elbíráltatni, míg aki a lélek, a ruach szerint él, az pedig majd úgy mindenkit igazságosan meg fog ítélni Jahua. Azonban...
Ha már a téveigésről van szó, második Tesszalonika, második fejezet 7-től 12-ig így szól. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Mi a törvényszegés? Egy Jehokanon 3-4. A törvény megszegése az bűn. Csak hogy annak, aki még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Ez ugye már siák, illetve maga az atya. Ő az, aki akkor még visszatartotta azt az egész káoszt, amit most már nem. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemész Jahua az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Jahua itt ugye a Mashiachot jelenti, az ő szavát. A kettő az ugyanazon a néven fut, de két külön karakter. Mellesleg a törvényszegés, ez ugyanaz a szó, amit az előbb megvizsgáltunk, anamea, a törvény megszegése. Ahhoz kell, hogy legyen egy törvény. Ez a Torah megszegése. Minek írna erről Saul, ha már nem lenne fontos? Azért, mert ez mindig is az lesz. A törvény taposó az, aki erre tanítja a világot. Idézőjelben ez sajnos a keresztény Jézus Krisztus, aki ugye a törvénytelenségre tanítja a világot. Ez lesz az, akit az igazi majd eltüntet a feltűnésével, természetesen addigra már kialakul az antimesiák birodalma, az úgynevezett újvilágrend, és akkor fog visszatérni majd Jehusa a másiák, hogy ezt eltüntesse a föld színéről. Azonban nézzük tovább. Akinek eljövetele a satán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, ez a törvénytaposó. Satán az, aki őt segíti, aki az ő erejét adja, hiszen satán kezében van a világ. Ez ugye kiderül Máté 4-es fejezet, illetve Lukács 4-es fejezet, ugye, mikor arról beszél, hogy az ördög, hogy néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot és annak adom, akinek akarom. Satán az, aki ezt a világot uralja. Ő adja majd a törvény taposónak a hatalmát. Hogyan? A világ birodalmain keresztül. Ez volt folyamatosan, ez az, amit most látunk a szemünk előtt kiteljesedni. Nézzük tovább. És a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mit csinál? Hazudik, különböző jelekkel és csodákkal elámítja a világot, és a gonoszságnak mindenféle megtévesztésével. Kiket? Akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő idvességre. Mi az igazság? Jahua szava az igazság. Tehelim, Zsoltárok 119-142. Na mindezek az emberek, akik nem fogadták ezt be, ezt az igazságot, figyelmezteti őket ugye Saul, hogy ne tévelyegetek. Miért tévelyegnek? Azért, mert Elohim rájuk bocsátja a tévelyegés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, Tehelim 119-142, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban, a Tora megszegésében, a Tora nélküli életben gyönyörködtek. A Tora, az igazság, annak az ellentetje az igazságtalanság. Mikor azt mondja Saul, hogy ne tévelyegjetek, Elohim nem csúfoltatik meg, akkor azt mondja, hogy ne járjatok másik úton, hiszen ő úgy is tudja, hogy mi az, amit csináltok. Tegyétek magatokat rendbe, hogyan? A hit hallásban van, hallás pedig Elohim igéje által. Aki tanítatik az igére, az közölje minden javát a tanítójával. Aztán pedig ne tévelyegetek. Erről beszél, tanuld meg, és élj úgy. Mindenki a maga cselekedeteit vizsgálja meg. Hogy az vajon összhangban van-e Jahua akaratával. Ha valaki a test szerint él, akkor az úgy és az szerint lesz megítélve. Ha valaki pedig a ruák szerint él, akkor az pedig úgy és az örökké fog élni. Múltkor volt szó, azt hiszem, Kefa Péter második leveléről, ezek víztelen kútfők, ezek a tanítók, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre, akik nem a Toráról beszélnek, a Tora a víz. Mert hiába valóság kevés, szóval szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől. Kik a tévelygésben élők? Azok, akik nem a Tora szerint élnek. Ezek az emberek már elhagyták, azonban ezek visszatérítik őket oda. A tévelygésben élők azok, akik nem Elohim szava szerint élnek. Második Tesszalonika, második fejezet nagyszerűen megmutatja ezt.
Kefa Péter ugyan emiatt aggódott, ezért írta a levelet nekik, hogy nehogy visszamenjetek arra az útra, ahol szabadságot ígérvén azoknak, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert akit valaki legyőzött, annak szolgájává lesz, ez ugye a bűn. Ne higgyetek ezeknek, akik szabadságot ígérnek nektek. És ha már elszakadtatok a tévejgésben élőktől, a világtól, maradjatok meg ezen az úton. Ugyan erről beszél Saul szintén. A harmadik fejezetben erre figyelmeztet a második levelében Kefa, vagyis Péter, és a Adonai Yahusha Hamásiáknak hosszú tűrését idvességnek tartsátok, az ő türelmét, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Saul, Pál is írt nektek, a néki adott bölcsesség szerint, az az ő atya fiának tekinti Saul. Szinte minden levelében erről ír. Amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és az álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Hogy lehet ennél egyértelműbben leírni azt, hogy az emberek nem értik, és nem is akarják érteni azt, amiről az írások szólnak, amikről Saul ír? Miért? Azért, mert ők a világot választják, ők a test szerint élnek, tudatlanok és álhatatlanok. Azaz nem akarnak azon az úton járni. Azt keresik, hogy hogyan lehet kibúvókat találni ezek alól. Mert tévejgésben élek. Ti azért, szeretteim, előre tudván, ugye az, hogy ez be fog következni, hiszen a másiák is erről beszélt, erről is Saul, mindenki ezt mondta, hogy el fog jönni a tévejgés ideje, őrizkedjetek, hogy az igaztalanok tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek. Mi az erősséged? A szó maga. Az élő szó, Mashiach. Mi az élő szó? A Tora, a Zsoltárok és a Proféták. Ez a te erősséged. Ne menj az igaztalanok tévejgései után. A tévejgés mi? A más úton való járás. Egyehu Kanon 4.6. Mi Elohimtől vagyunk. Aki ismeri Elohimet, hallgat ránk, és aki nincsen Elohimtől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét, és a tévejgésnek lelkét. Ugyanazt a tévejgésnek lelkét, amiről itt beszél Saul. Ne tévejegetek! Járjatok az úton, amit mi megtanítottunk nektek. Erről beszél Hukanon, Kefa, erről beszél Saul, a Mesiák, erről beszél mindenki. Mit mond János ugyanerről, hogy ki az, aki ismeri az, aki az ő parancsolatait megtartja? A tévejgésnek lelke az, aki nem a parancsolatok szerint él, az igazság lelke pedig az, aki az szerint él. Az igazság mindig is az ő szava volt, az ő instrukció. Maga a Tora. Ez az a tévejgésnek a lelke, melyet igyekeznie kell mindenkinek elkerülni. Nézzük meg érdekességképp, hogy mi is ez a tévejgés. Ez nem más, mint... Strong's G, 4106, plane. Plane. Ugye a görög szó, mely tízszer fordul elő, és azt jelenti, hogy elkóborolni, vagy elveszni, elbarangolni, elcsatangolni. Valaki, aki félre van vezetve a helyes úttól, aki elkóborol, elcsatangol, vagy pedig átvitt értelemben elkóborol. Hiba. Valamilyen hibás vélemény egy morális erkölcsi kérdésben, vagy pedig vallási kérdésben. Egy hiba, mely az ember cselekedeteiben megmutatkozik, és egy hibás viselkedési forma. Valami, ami hibához vezet, megtévesztés, vagy pedig hazugság. A Thayer's görög lexikon szerint azt jelenti ez a szó, hogy elcsatangolni, elkóborolni, eltévejedni. Ezen kívül egy olyan hiba, amely az ember cselekedeteiben nyilvánul meg, ugye erről már volt szó, valamilyen hibás cselekedet forma. Ez a tévejgés lelke. 9-es. Jó téteményben pedig meg ne restünk, azaz csak vannak jó cselekedetek, melyeket mi meg kell, hogy tegyünk. Mik lehetnek azok? Honnan tudjuk, hogy mik azok? Menjünk a saját fejünk után, annak ellenére, hogy Jeremiás 9-es fejezetben, 18-asban, 23-asban figyelmeztet arra, hogy ne tegyük ezt. Mindenki más figyelmeztet. 4 Mózes 15, 39-ben, mikor azt mondja, hogy tedd a ruhádra a bojtot, hogy figyelmeztes, hogy ne menj a saját fejed után. Valahonnan meg kell tudnunk, hogy mi a jó tétemény, erre való az ő szava.
Jó téteményben meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Azaz mindvégig érdemes kitartani. Nincs olyan, hogy én már megmenekültem, én kegyelem alatt vagyok, én már bármit megtehetek. Nem is kell ezt elhinnie senkinek, nekem Matitya 10-es fejezetben leírja a 22-es versben maga a másiák. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Aki mindvégig kitart, az lesz az, aki megtartatik. Nem az, aki ma azt mondogatja, vagy holnap után. Az, aki mindvégig megáll. Miben áll meg az ő szavában? Abban, ahogyan ő élt. Aki őt követi, annak úgy kell élnie, és úgy kell cselekednie, ahogy ő cselekedett a másiák. Mindvégig. Aki ellankad, az nem úgy él mindvégig. Úgyhogy ez rá nem vonatkozik. Ezért figyelmeztet erre Saul. Annak okáért, míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a hitünknek cselédeivel. Amíg időnk van, hiszen nincs időnk végtelen. Máté, Matitjahu 25.13. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, melyen az embernek fia eljön. Azaz figyeljetek oda, mert az idő nem végtelen, és egy napon el fog jönni. Ha más nem, akkor mi leszünk kivonva a forgalomban, aminek szintén nem tudjuk a napját, de az óráját sem. Vagy meghal az ember, vagy visszatér az embernek fia. Azonban a lényeg az, hogy az ember vigyázzon és cselekedjen addig, ameddig tud, amíg még ideje van rá, mert az embernek fia eljő hirtelen. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész földnek színén lakoznak, azaz mindenkit kivétel nélkül. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Mint egy tör, hirtelen fog az embereket tör, úgy, mint egy csapda, az emberekre rátörni mindenkire a föld színén. Második Kefa 3.10. Jahua napja pedig úgy jő el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok megégnek, mint egy tolvaj, mint egy csapda, melynek senki nem tudja a napját vagy az óráját. Ez az, amire figyelmeztet Saul is. Addig cselekedj, amíg van időd rá. Látjátok, mekkora betűkkel írok néktek a saját kezemmel, azaz mennyit írtam nektek, hogy figyelmeztesselek benneteket. Akik teste szépen szeretnétek lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre csak azért, hogy a másiák karóját vagy keresztjét ne üldöztessenek. Azaz a farizeusok, mert maguk körülmetélkedettek, sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek. A lényeg, amiről beszél, az az, amit megtárgyaltunk korábban, hogy a farizeusok olyanok, mint a sír, kívül szépre meszelt, belül tele van egy halott csontjaival. Erről beszél ismét. Nem arról beszél, hogy a Tora az halál, arról beszél, hogy azok az emberek, akik kétszínűek, ahogyan a másiák is mondta, képmutatók, akik nem tartják meg a törvényeket maguk sem, csak úgy néznek ki, mint hogyha megtartanák a törvényt. Ez a probléma. A probléma nem az, hogy valaki úgy néz ki, vagy körül van metélve. A probléma az, hogy valaki úgy néz ki, körül van metélve, és nem tartja meg a törvényt. Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt. A probléma a törvény meg nem tartása, nem a törvény a probléma. A probléma az, hogy csak úgy beszélnek, mintha megtartanák, de nem úgy élnek. Ezért mondta ő maga korábban, hogy mindenki, amit vet, azt aratja. Aki a testből, az a testnek, aki a léleknek, az a léleknek. Mindenki vizsgálja meg a saját cselekedeteit először, mielőtt elkezdi a másiknak magyarázni, hogy hogyan is kellene, meg mit is kellene. Meg miért nem így néz ki, vagy miért nem úgy néz ki. Ahogyan a farizeus úgy néztek ki, külsőleg, azonban belül egész más volt. Ez az, amire figyelmeztet ismét. Azok az emberek próbálták őket visszavezetni a régi úthoz. Ahhoz az úthoz, melyben ők voltak az uralkodók. Ahhoz a rendszerhez. Nekik ez volt a lényeg, nekik ez volt a megélhetésük. Ezért akarták az embereket visszacsábítani oda. 14. Mielőtt azonban rátérnénk még egyszer, nem tartották meg a törvényt. Ez volt a probléma. A probléma mindig is ez volt. Saul próbálja egyértelművé tenni egy másik szemszögből,
Azért, mert akkor ez volt a probléma. Meg kell érteni mindenkinek, hogy a Mashiach halálával nem változott semmi. A helyzet változott meg, hiszen már nem volt ott az a karakter, aki köztük járt. Az volt a probléma, hogy már nincs ott az élő példa. Már kezdenek eltűnni azok is, akik az ő közvetlen tanítványai voltak, mert azokat már kiirtották. Így egy másik korszak köszöntött be, amikor már egy második generáció tanította az embereket, aki nem látta élőben ezt az egészet, mint ahogy Saul sem. A probléma nem a törvény volt, annak be nem tartása. Így ez a farizeusi, hit nélküli életforma, ez egyre erősebb és erősebb lett. Hiszen ha nem kell hit, akkor egyszerű az utat járni, hiszen akkor csak megpróbál az ember a cselekedetei betartani a Torát, ha nem sikerül, akkor meg elmegy a farizeushoz és áldoz tovább. Ekkor még volt templom, azt mindenkinek észben kell tartania. És a farizeusok ehhez próbálták visszatéríteni az embereket. Hogy hozzájuk forduljanak tanácsért, hogy ők legyenek a csúcson ebben a népben, aki itt él, ezen a nép fölött ők tudjanak uralkodni. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem Adonai Jehusá HaMashiach karójában vagy keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Miért? Mert onnantól kezdve már nem a testben él, hanem a lélekben él, ezért mondja azt, hogy megfeszítetett a világ, és ő is a világnak, hiszen a világ szeretete ellenségeskedés Elohimmel. Ezért mondja ezt. Ő számára már a dicsőség az Jehusá HaMashiach áldozata volt. Ő abban hitt. Ő ezzel dicsekedett, ő ezt terjesztette, hogy hitből igazul az ember, nincs szükség áldozatra, és tanítja az embereknek az igazi hitet és az igazi szeretetet, amely cselekedetekben fog megnyilvánulni, és a törvény megtartásában. Mert Mashiach Jehusában sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés, az új élet, az új lény. Hogy lehet valaki új, ha ugyanúgy él tovább, mint a világ? A lényeg az, hogy ezt az utat meg kell ismerni. Teljesen mindegy, hogy körül van-e metélkedve valaki, vagy nincs, ha nem tartja meg a törvényt. Ezt mutatta meg az előbb. Teljesen mindegy, hogy ezek az emberek hogy néznek ki, hogy öltöznek, milyen rojt van a ruhájukon, vagy körül vannak metélve, vagy sem. Vagy be van merítve, vagy sem. Ha nem úgy él, ha nem egy új teremtés, akkor nem számít semmi. Az új teremtés egyik része, igen, szeress fel a barátodat, de van egy másik része, a másik része pedig az, hogy szeressd Jahuát, te hatalmasságodat, teljes erődből, teljes lelkedből, teljes szívedből. 5 Mózes 6.4.6, Márk 12.30. Ez a másik dolog, amit elfelejtenek az emberek. Hogyan lehet őt szeretni? Onnan tudjuk, hogy őt szeretjük, hogy az ő parancsolatait megtartjuk. Ha megtartjuk, ja, hol a parancsolatai? Hol vannak a parancsolatai? A Torában, a prófétában és a zsoltárokban. Erről beszél Saul. Teljesen mindegy, hogy hogy nézel ki, vagy mit mondasz, vagy hogy hiszel, vagy mit gondolsz, hogy te hiszel. Ha nem úgy élsz, ha nem egy új teremtés vagy, akkor nem használ semmi külsőség. És akik e szabály szerint élnek, mi az a szabály? Az új teremtés. Mi az új teremtés? Jehusá HaMashiachban való hit, a Ruach HaKodesh, és annak vezetése. Mire fog elvezetni a Ruach HaKodesh? Amit Jehusá HaMashiach mondott. Mit mondott ő? Azt, hogy hogyan mész be az örök életbe? Úgy, hogy a parancsolatokat megtartod. Ez az új teremtés. Aki lélekből, szívből csinálja, járja az utat, amit a Tora jelöl ki. Aki ez szabály szerint él, békesség és irgalmasság azokon, és Elohimnek Izraelén. Azaz mindenki, aki így él, az békességet és irgalmasságot fog találni. Azért, mert ez a parancsolat. Nem arról beszélt Nehemia, hogy az ember él azok által. Hogy erről beszél 5 Mózesben folyamatosan. Hogy ez a parancsolat, ez a hosszú élet titka, ez bőséget, ez gyümölcsözővé tesz. Ez az, ami az életet jelenti számodra. Ugyan erről beszél ő itt most is. Ez a szabály, az új teremtés. Hit szerint, szeretetből, a Tora szerint élni. És eljutni a királyságba. Ez maga a jó hír. És el vannak felejtve cserébe a bűnei. Mi más lehetne ennél nagyszerűbb hír? Azon kívül persze, hogy el vannak törölve a törvények. Csak hát az nem fog bekövetkezni. De az új teremtésnek mindegy is. Akit a Ruach HaKodesh vezet, annak teljesen mindegy, hogy mi a szabály, úgyis meg fogja találni a módját, hogy azt kövesse. Ezért ő egy új teremtés. Ezért ő
Kadús, azaz szent, elválasztott, különválasztott, és nem olyan, mint a világ, hiszen megfeszítetett a világ. Jakób 4.4 így szól, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok ki, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Elohimmel, aki azért a világ barátja akar lenni, Elohim ellenségévé lesz. Megfeszítettem a világnak, és a világ is megfeszítetett én nékem. Erről beszél itt? Nem a test számít, a körülmetélkedés vagy a körülmetéletlenség, hanem az új teremtés az, ami számít. És e új szabály szerint való élet. Nem azt mondja, hogy nincsen szabály, azt mondja, hogy ez az új teremtés, ez szabály szerint fog élni. Ami a Tora, ami mindig is ott volt. Ő már Yahusha HaMashiachban él, ő egy új lény, ő egy másik szabály szerint él, békesség és irgalmasság jár ezért neki. Miért? Mert ama vigasztaló pedig, ez ugye Yahukanon 14.26, a Ruach HaKodesh, akit az én nevemen küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mit mondott? Az, hogy egyetlen jóta, egyetlen pontocska ellen múlik, amíg minden be nem teljesedik. Minden nem teljesedett be. Mit mondott? Az, hogy hogyan jutsz el a királyságba, tartsd meg a parancsolatokat. Ő ezekről beszélt folyamatosan. Akinek nem ezt juttatja eszébe a Ruach HaKodesh, akkor ez egy másik Ruach. Ennek utána senki nékem bántásomra ne legyen, mert én Adonai Jahusának bélyegeit hordozom az én testemben. Adonai Jahusa a másiáknak kegyelme legyen a ti lelketekkel, atyám fiai. Azaz, most már ne háborgassatok, hiszen elmondtam, hogy mi a helyzet és mihez kellene mindenkinek tartania magát. Én úgy élek, én az ő bélyegeit hordozom az én testemben, nektek is ugyanígy kellene élnetek. Aki ismeri Saul történetét, az tudja, hogy ezek fizikális sebb helyek, melyekről beszél ezek a bélyegek, hiszen nem kevés viszontagságon kellett keresztülvergődnie magát, amiatt, hogy ő Yahusha HaMashiach útját hirdette. Egyrészt a Yahudim miatt, másrészt a pogányok miatt, ugye senki nem akarta igazából ezt az utat követni, ugyanúgy, ahogy ma sem. Ezzel elérkeztünk Saul Galatákhoz írt levelének végéhez, és remélem, hogy érthető mindenki számára már az, hogy valójában mi az, amiről ő beszélt, és mi az, amit szeretett volna ezeknek az embereknek megtanítani. Az pedig nem más volt, mint hogy mi a különbség a hit szerinti élet, illetve a hit nélküli élet között. A hit szerinti élet az igazi hit Yahusha HaMashiach áldozatában, az atyában, az ő szavában és a Ruach HaKodeshben arra fogja az embert indítani, hogy kifürkészze az atya akaratát, és úgy is éljen. Minden más a széles út, amely a tágas kapuhoz vezet. A keskeny út az, amit Saul itt leír. A keskeny úton dolgozni kell minden nap, minden pillanatban, hiszen az ellenség ott van az ember körül, és csak arra vár, hogy az ember elgyengüljön. Itt szó sincs arról, hogy azt próbálja elmagyarázni Saul, hogy a Torah instrukciók az rabság volt, vagy átok, vagy bűn, vagy azt már nem kell megtartani, vagy az megváltozott, vagy részek eltűntek belőle. Ennek semmi köze nincs ahhoz. A Torah instrukciók képezi az alapját a szövetségnek, melyet Yahuwa az atya, az ő angyalán vagy malákon keresztül, ami Yahusha HaMashiach, mint ember, az emberiséggel kötött, annak érdekében, hogy visszavezesse azokat, akik hajlandók aszerint élni magához és az életfájához, majd az ember utazásának a végén. Saul nem beszélt a Tóra ellen, csak egész egyszerűen másfajta stílusban beszélt, mint amihez az emberek hozzászoktak. Kefa második levelében, a 3. fejezet 15-17-ig versekben egyértelművé tette, hogy ezek nehezen érthető írások. Nem véletlenül tette azt. Az emberiség túlnyomó többsége mindig mindent rosszul értelmez, és a széles úton fog járni. Úgyhogy ha mi nem azon az úton járunk, az egy nagyszerű jele annak, hogy közeledünk a keskeny úthoz. Minél többen mondják azt, hogy Saul az a Tora ellen beszélt, annál inkább világos, hogy ez nem így van. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!